Meleg szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket létem utolsó napján, utolsó alkalmán, és ennek az evangelizációs hétnek még az első napján. Egy magyarországi kisvárosban, a Békésen, kétszer születtem, kétszer testileg, aztán ugyanott Isten kegyelméből lett. Aztán Budapesten kezdtem el a szolgálatot, közben szolgáltam Bócsán, kisvárosban, Debrecenben, Kecskeméten, aztán újra Budapesten, majd most Dunahalaszti nevű kisvároskában. Ha a teológiai éveimet is beleszámítom, akkor 61 éve nem volt olyan vasárnap, hogy valahol, sokszor nem itt, hanem valahol a világon, másfele is, ne kellett volna hirdetni. Valahogy úgy történt, hogy ha szabadságra mentünk, és akár merre mentünk, rám szakadt, hogy itt is azt kell csinálni. Mégis elmondhatom, hogy minden egyes alkalom, ez a mostani is, hatalmas lelki feszültséget jelent. Hatalmas odaállást a mindenható Szent Isten szín elé. Azzal a kéréssel, hogy Uram, hadd tűnjek én el, és Te állj el. Most is erre vágyom, hogy Jézus álljon elő, hiszen a Bibliában is azt olvastuk, hogy ő előállt és kiáltott. Hát ezt éljük meg, ez a csoda történjen itt most, hogy itt is Jézus áll elő, és ő szól, ő kiáll. Kiáll, hogy minden ellenállást áttörjön, és a szívünkig érjen a szava. Egy hét napig tartó ünnepen vett részt Jézus Jeruzsálemben a templomban. Ilyenkor ott hatalmas tömegek jöttek össze, több tízezer, mert csak évente háromszor, és ez az egy templom volt az egész országban, sőt még a világ más tájairól is ide jöttek a szétszóló zsidók mindenben. És ennek a hét napig tartó ünnepnek az utolsó napján olvassuk, hogy Jézus fölállt és kiállt. Előzőleg egész héten át tanít. És a tanítása problémát, feszültséget jelentett. Úgy olvassuk ugyanennek a résznek a 31. versében, hogy a sokaságból sokan hittek be, és azt mondták, a Krisztus, amikor eljön, több csodát tud tenni, mint ez, mint ő. Vajon nem ő a Krisztus? És sokan hittek benne. Farizeusokat, írástudók, a főpapok, meg ilyen. Hozzápártolnak az emberek. Azt olvasjuk a 32. versben, hogy amikor meghallották ezt a farizeusok, hogy a sokaság így suttog belőle, megkérték a szolgákat, a főpapok, hogy fogják el. Félre kell tenni az útból egy ilyen ember, egy ilyen próféta, aki Krisztusnak kezdene mondani. Jézus azonban nem figyelt erre oda, bár minden bizonnyal tökéletesen tudta, hogy mi történik körülötte, hanem még hangosabban így olvasok, hogy kiállt és kiáltok. Ha valaki szomjaz, jöjjön én hozzá. Akkor a szolgák, akiket azért küldtek a főpapok, hogy fogják el, amikor azok visszamentek, számon kértük tőlük, hogy hol van, hát miért nem fogtátok el? Azt olvassuk, hogy azt válaszolták ezek a szolgák, hogy soha ember nem szólt úgy, mint ő. Beleremegett a szívük nekik.
reggel leerőtlenültek, nem tétlenekké és tehetetlenekké váltak. Hát olyan jó volna, ha Isten szava most is ilyen hatalmas sodrással érné el a szívünket, és ne csak üres kézzel mennénk, hanem úgy mennénk el, hogy ő fogott meg minket. Kérdés, hogy mi indította Jézust arra, hogy ennek a hatalmas tömegnek minden ellenállás, támadás, rossz indulat ellenére ilyen határozott kiállással kiáltva szóljon, hívja őket, ha valaki szomjúzik, jöjjön hozzám. Én úgy gondolom, hogy Jézus többet látott, mint én látott, mint valamennyien látott. Amikor ő végignézett a tömeget, akkor nem csak azt látta, hogy kinek milyen színű haja, milyen a ruhája, hanem belelátott mindenkinek a szívébe. És azt is látta, hogy ezek az emberek eljöttek ünnepelni, látták az áldozat tüzét fellobbanni, hallották a harsonákat, a zenészeket, az énekeseket. Talán kedves találkozásaik voltak rég ismerősökkel, vagy új ismeretséget kötöttek a felgyülemlett nagy sokaságból emberekkel, de most, mikor itt az ünnep vége, indulnak haza, a lelkükben nem történt semmi változás. Ugyanazzal a teherrel, problémákkal, gyötrelmekkel mennek vissza, bűnökkel, megterhelten, ahogy ide. Gondolom, hogy ez indította igazán Jézust arra, hogy fölálltott valamilyen magaslatra, onnan lehetett látni, és kiállt, hogy mindenki meghallja, ha nem akar úgy hazamenni valaki, hogy idejött, hanem szeretne valami nagy lelki változást a lelkében, élő vizet, egy megújult életet, a bűntől szabadított kegyelemnek az erejét, az jöjjön hozzá. Nincs leírva, hogy hogy is történt aztán itt tovább. Én ugye a lelki szemeimmel azt látom, hogy oda sereg lettek. Kiváltak a tömegből ember. Kiváltak a nagy tömegből. Mert tényleg akartak valami többet, valami igazit, valami felülről való. Aztán minden bizonnyal Jézus foglalkozott. Élő vizet adott a szomjazók. Olyan megható nekem, vagy inkább mondjam, sejtelmesen hangzik ez a szó, hogy utolsó. A ünnep utolsó napján. Nekem itt most az utolsó. Arra is gondoltam, hogy nagy a valószínűsége, hogy itt talán soha többet nem találkozunk. Nem csak nekem is tudom, ez az alkalom. De az is előfordultak, hogy más is, akinek nem tudom. De mindenképpen arra gondolnunk kell, hogy a 2000 éve tartó kegyelmi korszaknak a végnapjait élünk. És ilyen értelemben is nagyon fontos ezt a szót komolyan venni, hogy az utolsó időknek, az utolsó felhívásai hangzanak ma. Jézus Krisztus elküldte az apostolokat, hogy hirdessétek az evangéliumot a föld végső határa. Ott a római birodalom egy kis tartományába 12 emberre rábíztak. A nagy világhoz képest mit jelent az a 12 ember? És teljes. Ma nincs olyan ország, ahol ne hangoznék az evangélium. Milyen csoda, milyen különleges dolog ez.
kicsi hata. És azt mondta az Úr Jézus, hogy a legutolsó jel, hogy mikor jön vissza Jézus, a legutolsó jel így szól, ezt olvasjuk, amikor pedig majd az egész világon minden népnek hirdetni ez az evangélium, akkor jön el a vég. Sok más jel is van, de ez egy különleges, hogy így kihangsúlyozza Jézus, hogy amikor az egész világon, Jézus az utóbbi 20-30-40 év óta a harmadik világ megnyílt az evangélium. 95-ben Szeulban vettem részt egy ilyen világ evangelizációs konferencián, Dél-Korea fővárosában. 4000-en voltunk ott, a világ minden országából, és minden országból beszámoltak, hogy hogy áll az evangélium ügye abban az országban. Hát az egyszerűen döbbenetes volt hallani, érzékelni. Például ott Dél-Koreában is, 30 évvel azelőtt pár száz ezer keresztény volt, amikor ott voltunk, pedig 14 millió volt csak a protestáns keresztények az a szám. Az ott növekedés, és az erőteljes hatalom, amit ott kiáradott a kegyelem a evangéliumban. Például mi elmentünk egy baptista imaházba, 6000 ülőhelyes baptista imaházba, és mikor vége volt az istentiszteletnek, a másik 6000 már kint várt a téren, az imaház előtt, a templom előtt, és vonultak be egymás várva. Az éhségnek, a szomjúságnak, az Isten jelenlétének a csodái, hatalma, ilyen nyilvánvaló, és nem csak ott Dél-Koreában, hanem szerte a harmadik világ országaiba, Európa a hitetlenség útjára lépett. Nagy fájdalommal és keserűséggel kell ezt látnunk, hogy itt pont az a jel teljesedik, hogy a hittől elszakadnak az emberek nagy többsége, de az evangélium hirdettetik a föld végső határáig, hogy ott van egy másik jel, hogy hiába 150 vagy 200 millió arab ellenállása, meg a muszlim világ támadása, a zsidóknak oda kell települni az ősi hazába, mert Isten igéje kijelentette, hogy visszahozza őket oda, és bármilyen az ellenállás, oda kell települniük, mert jön az a nap, amikor a Messiás Jézus Krisztus az olajfák hegyére teszi a lábát, és felismerik őt, mint akit átszegeztek. Utolsó idők, utolsó korszakán éljük. És ilyen értelemben is jó volna, ha hozzánk érne most Jézus felszólítása. Ha valaki szomjaz, valaki nem akar elkárhozni, valaki szomjazik az üdvösségre, a Krisztus vérének tisztító erejére, bűneinek a bocsánatára, a bűntől megszabadított élet örömére, valaki szomjazik, az Jézus jöjjön én hozzám. És így nagyon tanulságos, és oda kell figyelnünk arra, hogy nem mindenkit hívott az Úr. Kicsit merészen azt merném mondani, hogy akik itt vagyunk, közülünk is nem mindenki. Csak kiket hívott? Akik szomjaznak. Csak ha szomjaznak. Ez kiválasztás. Igenis, Jézus azokat választja ki, akik szomjaznak. Akkor egy másik, igen, jól ismerjük, azt mondja az Úr Jézus, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, de úgy folytatja? Akik megfáradtak. Aki lubickol a maga testi vágyainak az örömével, és neki nem kell Isten odaadja, csinál csak ezt a kérdést. De aki megfáradt, aki szomjaz, azokat hívja. Ha valaki szomjaz, Istenre szomjaz, kegyelemre szomjaz, lelkének a békességét szomjaz,
hozzá? Mondja az Úr Jézus. Igazában minden ember szomorú. Tulajdonképpen magunkkal hozzuk születésünktől fogva valami kielégítendő vágyat, keresést, minden ember szomjazik, valamire szomjazik minden ember boldog akar, nem? Minden ember boldog akar lenni, minden ember sikeres akar lenni, gazdag akar lenni, mindenki szomjazik valamire, de e világ Istene, aki elbuktatta a mi ős atyánkat, és ami mi az ő utódai vagyunk, és öröksége, örökösei a bűnben és a halál állapotában, hatalmas kínálattal igyekszik csábítani mindenkit a maga italára, a maga kínálatára. És e világ Istenének, a sátának óriási gazdag kínálata van. Mindent bele, hogy meggazdagodj. Az lesz a boldogság. És még az Isten félő embereket is megtéveszt. Mindent bele, hogy meggazdagodj. Hogy sikereket érj el a valamilyen életpár. Legyűrj másokat, fölé emelkedj másokat. Másokat meg azzal kínál, hogy az érzéki örömök azok azok, amik boldoggá tesznek. Azt kergesd, abban éld ki magad. Egy életünk van. Az örgöt halhatlan sikerrel kínálja az érzéki örömök hatalmas változatosságát. Sportban, tudásban, tulajdonképpen becsületesnek, munkában, becsületesen, vele minden, sikerre jutni, az első helyre jutni. De észre se veszi az ember, hogy miközben ezeket hajszolja, a legfontosabb marad el. És sosem elégül ki a szomorúság. Minél több sikerre jut, annál még többre akar. Úgy van, mint a bibliai bolondgazdag, ismeritek a történetét, hogy hát olyan sok termése volt, hogy most mit csináljak vele? Építek új csűröket, és akkor azt fogom mondani, hogy egyél igyál én lelkem. Sok esztendőre eltett javai vannak. Minden ember valamiben földi, testi kínálatban szeretne egy ilyen bőségre jutni. És mit mondta az Úr Jézus ebben a példázatban? Még az éjjel elkérik a te lelkedet. És amit gyűjtöttél, amire jutottál, ki lesz? Sok sötét szellemi kínálata is van. Egyre nagyobb értékben a globalizált világunkban ránk áradnak a szellemi áramlatok sokasága az egész világról. Benned van az Isten, csak ki kell magadból agykontrollal, jógával, ki kell valahogy hozni magadból a benned lakó Istent, mondják keleti vallások követői, okkult irányzatok, kristások, buddhisták és a többiek. Tudom, itt hogy van, de Magyarországon igen divatja lett például a sámánoknak, a boszorkányoknak, jósoknak, csodatévő gyógyítóknak, még a tévé is közvetíti, tedd a kezed ide, és többenetes, hogy a démoni erődnek ilyen hatalmas tere van a mi világunkban. Úgyhogy kell, hogy fülem legyen. Ma meghallgatok, ez a sok hangzavar, ami ott van a szívemben, mert halljuk mindannyian, fordítja a tévé, a rádió és a körülöttünk lévő világ, hogy ebből a nagy hangzavarból meghalt most Jézus. Ő áll ide elő, ha valaki igazán szeretne
Galileából jön a Krisztus. Mit aggódj rajta? Ki ez? Hallják, de kételkednek. Hogy van, mi ez? El kell mondanom, hogy az én életemben is volt egy ilyen időszak, amikor megtöbbentettek Jézusnak ezek a szavai. Amikor ilyeneket mondunk, halljuk, hogy aki szomjózik, jöjjön én hozzá. És én, mondja Jézus, adok olyan élő vizet, akik jelén. Én hívő szülő gyerekeként születtem, a édesanyám nagyon halálos, komoly hívő anya volt. Elmondta később nekem, hogy mielőtt szoktad, ott mindig összetette elég a kezemet, és így adott enni. Aztán később természetesen mindig az Isten házába, a gyülekezetbe, ebben nőttek föl. Otthon a házi ágyukatok reggel este, csodálatos emlékek, együtt énekeltünk, imádkoztunk, megbeszéltük ott a dolgokat. Hallatlan, kedves emlék, ebben nőttem, és valahogy belenőttem, hogy ez a jó, ez kell nekem. És mégis ennek ellenére, semmilyen gondban hallottam az ige hirdetésüket. Kezdtem olvasni a Bibliát, mert érdekel, komolyan érdekel. 10 éves koromban emlékszem, hozzáfogtam, hogy én kiolvasom a Bibliát. Elég nehéz volt átrágni magamat itt a ószövetségi részeken, de tartottam magam hozzá. Megütköztem ezeken az ilyen kijelentéseken, amit Jézus mond. Azt mondja például Jézus önmagáról, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, soha meg nem hal. Sőt, ha meghal is él. Tudod, gyakran Jézus egy ember. Ott van emberi testben. Hogy mondhat valaki ilyen? Én vagyok. Bajultam. Nem mertem szólni róla, mert megbotránkoztak volna a szüleim, hogy én ilyen töprengek. De bennem ott volt ez a kétség, ez a bajudás. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó. Aki ezen az ajtón megy be, az életre talál. Kijár, bejár és legelőtt talál. Aki pedig nem ezen az ajtón megy be, az tolva és rabló. Ki ez a Jézus? Kinek okozott ez igazán problémát? Mert én most visszatekintve örülök neki, hogy komoly problémám volt. Ki ez a Jézus? Ki mondhat ilyet? Vagy amiben akkor is nagyon megütköztek, amikor Jézus azt mondta, hogy én vagyok az a mennyei kenyér, amely a mennyből száll alá az atyától. Megütköztek. Hogy? Ennyi. Akkor még tovább folytatja. Mert bizony az én testem kenyér, az én vérem ital. Aki nem eszi az én testem, és nem iszza az én vérem, abban nincs élet, aki pedig eszi az én testem, iszza az én vérem, csak nem az úrvacsoráról van szó, ne értsük félre, az csak jelképe ennek, de komoly jelkép, szent jelkép, de itt valami sokkal többről van szó. Enni, venni, egyesülni, vele. Bajudás jelentette. Én is úgy voltam, mint akkor, akik hallgatták és azt mondták, hogy kemény beszél. Kicsoda hallgat. Aztán eljött egy nap, amikor megnyíltak. Ez úgy történt, hogy mint említettem, egy nagyon merek hívő családban nőttem fel. 14 éves koromban tanyám éltünk a családban, pátriárkálisan, igazi meleg családi otthonban. 14 éves koromban én voltam a 8. a gyerekek között, a legkisebb. Az idősebb testvéreim úgy döntöttek, mert ők döntötték el, és ők harcolták
kilejtnék, hogy a kicsi menjen el a városba tanulni. Így aztán én elmentem albérletbe a városba. De azért úgy tudtak csak biztosítani lehetőséget, hogy ellátnak, de ami pénzbe kerül, azt nekem kellett megkeresni. Így aztán elmentem kereskedőnek dolgozni, és ugyanakkor tanultam. Nagyon kemény esztendők voltak azok, de én örömmel vállaltam. Igen, ám, de kicsöppentem a családnak, ahol a meleg légkörül. Vasárnaponként ott voltam a gyülekezetben, már akkor benne voltam az énekkarba, hegedültem a vonózenekarba, és aktívan benne voltam. Mondjam így, hogy jól esett, amikor megdicsértek. Senki nem tudom, hogy szabálni. Benne voltam ezekben. Ugyanakkor albérlet, jelölt, munkahely, világi munkatársak, segédek, nosok, csábítás, mesélik a kalandjaikat, gyere te is! Kezdtem lopni ezeket a vágyakat, és ebből kor különösen alkalmas erre a kísértésre. A lényeg az, hogy kialakult bennem egy kettősség. A fejemmel tudtam, hogy az a jó, amit a szüleim csinálnak. Az a jó, amit a gyülekezetben tanítanak, hirdetnek. És nem is akarok tőlük ezt. De másik oldalon meg már testem vágya, vérem sodrása, víz sodor, és ebben a kettősségben iszonyatos nehéz volt, és éreztem, hogy ez nem tartható sokára. Ekkor volt nálunk egy evangélizáció, mint egy evangélizáció. Egy ige hirdető oda, még simáz, nagy fordulókat 300-an. Ez az ige hirdető engem kipépült. Késve érkeztem az üzletből, ahol dolgoztam, nem tudtam belülni az énekkarba, lentültem le, csak rámutatom. De kép mutatom. Mi itt ülsz, énekelsz, benne vagy minden, szépen tudsz szavarni, mintha csak rám olvastam, minden, de benne vagy. De a szíved tele van szennyel, bűn, tisztátalanság. A test uralkodik benne, a vágyaidban, a képzeleteidben, a test. Vett tudomásul, hogy test és vér nem örökölhet Isten országát. Akik testben vannak, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Vett tudomásul, ha te így maradsz, hát ez a kárhozat. Mindig átélem, amikor visszaidézem, úgy összeroskattam, mert valahogy úgy értem meg akkor, hogy Isten beszél velem. És csak velem. Úgy összeroskattam, hogy nem tudtam ellenállni, kijöttek a könnyeim. Szégyeltem, el akartam nyelni, ne lássák, de nem tudtam ellenállni. De milyen jól esett, amikor így folytattam. De ha ma megláttak, hogy te bűnös vagy. Megláttak, hogy a régi hóember uralkodik minden, amilyennek születtél. Mert mindannyian bűnben születtél. Bűnben melengedett a mi atyád, anyád, hogy a Dávid néha. Ha megláttak, öröm Jézus a bűnös. És csak az igazakkal nem tudjuk. Azokat leírjuk, azokkal nem tudjuk. Csak a bűnösen. Felkaptam a fejem, a korolommal szólom. És tudod, te érted vállalta a testet, a te testet, a bűnöst. Tudod, a te bűnöd vette magára, és a te bűnödért szenvedt ott a kereszten. Nézz most oda! Nézz oda! A keresztre nézz! Jézus lásd, aki vállal, aki bűnödért meghal. Nézz oda! Egy pillantást csak! Nézz rá! És
szívedbe. Megbocsátod meg. Akkor ennél ezt nem tudtam még ilyen tudatosan csinálni, találkozom. A viszonyúhoz. Azért jön az. Akkor megértettem, hogy kicsoda Jézus. Addig vajut, vergő. Hogy mondhat valaki? Hogy ő az élő minden. Hogy ő az élet a feltámadás. Ki az, aki ilyet mondja? Akkor megértettem, hogy ő az Istenből való Isten. Az örök világosságból való örök világosság. Aki mindenek előtt, a teremtés előtt, az Atyától született. Aki által teremtetett minden menjen és földön, mert nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő, akiben a mindenható Isten teljessége lakozik, ő egy napon vállal a te sorsát, és emberként megjelentkezik. Hogy Pál fogalmazza a Galata 1:4-ben, hogy önmagát adta azért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból. Bűnné lett, ahogy másik helyen fogalmazza. Bűnné lett, hogy megigazítson. Akkor megértem. És azóta értem. És boldog örömmel hirdetették, hogy ő tényleg az Isten, aki mégis valóságos ember. Itt járt közben. És vállalta, hogy letépjék a ruháját. És sok águs, korpiós korbáccsal tépjék a testét. Parancsolhatott volna angyalok seregeit. De rád nézett, és rám nézett. És nem parancsolt. Akkor hogy teljesültek volna az írások? Hogy teljesült volna az Isten terve és akarata, hogy megmentse a bűnös ember, a megtérő bűnös ember? Végig vitte a halálig. És nem maradt a halálban. Megtörte a halál erejét. És világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Kilépett húsvét hajnalán a sírból, hiába pecsételték le a nagy követ, állítottak oda katonákat fegyveresen, hogy őrizzék. Isten szeretetének és hatalmának senki nem állhat ellen. Jézus diadalt vett a bűn, a test, a sátán és a halál erején, és győzött. Igen, és ő mondta. Ezért állj le elém, és ma is, mert mondta, hogy mondtam, hogy ha valaki szomja, hozzám jött. Ő tud segíteni. Ő meg tud szabadulni. A szívedben békességet tud teremteni. És elveszi azokat a bűnöket, amelyek ki tudja mióta terhel. Gyötör, és nem tud szabadulni tőle. Mert elkövetted, vagy el se követted, és mégis ott van benne, mint kívánság, mint megkötözöttség, mint tisztátalan, szennyes vágy. Mert ilyennek születtünk, mindannyian. De Jézus azért öltözött a mi testünkbe, hogy meglásdott a kereszten úgy, mint Pál. Jézus, mikor Pál apostol, amikor nézte Jézust a kereszte, egyszer csak azt mondja, hogy nem Jézus van a kereszten, Pál van a kereszten, engem vitt oda, én vele, hogy van. Megfeszít. És többé nem. Krisztus megváltás. Az új ember diadalát vesz. Felszámolta a bűn következményeit, a halál. Ez önértelemben is nagyon fontos, hogy nincs többé félnünk, okunk félni a haláltól. Pedig szokták mondani, hogy semmi sem olyan biztos, mint a, hogy eljött a testi halálra gondolok. Senki ki nem kerül.
nincs ember, aki azt kikerülhetné, és mégis a életet, a felülről való élet bizonyosságát a lélek által, Krisztus vére által, bennevetett hit által megnyerted, nincs ott többé félni a haláltól. Késztetést érzek rá, hogy elmondjam itt, hogy búcsúzott el ez a bűnös édesanyám, akiről már említettem, hogy csendes, komoly vízőasszony volt. 81 évesen, súlyos betegen, az volt az utolsó kívánsága, hogy még egyszer jöjjön össze az egész család. Ők, menyek, unokák, dédunokák, jöttek a táviratok, levelek, hazamegy. Több mint 40-en volt. És ő felült, és valami próféta mindenkinek külön mondott egy néhány mondat. Mindenkit egyenként odahívott, így a születés rendje szerint, és mindenkinek mondott valamit. Utána azt kérte, hogy énekeljünk el, hogyha utána véget ér itt a borúba, hadd lássam ország, a fényes ország. Az utolsó verse, hogy én is szerettük tőle. Aztán azt kérte a férjétől, az édesapámtól, meg tőle, hogy imádkozz. Aztán ő imádkozott. Hozta, profétikusan. Ugye befejezte, hát a hanyatlott, és a ragyogó arccal azt mondta, én most már megyek az Jézushoz. Még körülbelül ez este 9-10 körül lehetett, még hajnal 4-5 óráig benne volt az életet, nem lehet fel tudni kommunikálni. Mi úgy éreztük, hogy nekünk nem szabad gyászolni. Nem illik hozzánk a fekete ruhát. Nekünk ünnepelni kell. Hazam. Jézus Krisztus meggyőzte halál elején. És világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. De meggyőzte a bűnnek a hatalmát. Bármilyen megkötözöttségben legyünk. Jézus Krisztus hatalmas arra, hogy szabaddá tegyen. Csak egyet kérünk. Boruljak el. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássuk és megtisztítsuk. Erre is hadd mondjak egy történetet a sok-sok közül. Budapokon szolgáltam akkor, amikor bekopogott hozzám egy nagyon kopottan kinéző középkorú férfi, azzal a kéréssel, hogy temessen el az édesanyját. Sose láttam az anyját, sem őt. Sokszor előfordult ilyen, hogy jöttek ilyen kéréssel. De azért megkérdeztem, hogy hát miért szeretné, hogy temessen. Hát története van ennek. Az én nagymamám komoly hívő. De az anyám